A 2021-es népszámlálás eredményei a lakott területek lakosságszámát és az ingatlan állományát is mutatja. Ezt összevetve az előző 2011-es népszámlálás adataival az látszik, hogy a vármegyei lakosságszám mérséklődött. Szabor Szakmárbereg vármegyei lakosság az 529 000 re mérséklődött a szám, és ez valamennyivel nagyobb mértékű csökkenés az országos 3,4%-os mérséklődéshez képest. Ami viszont a lakóingatlanok teki, lakóingatlanok állományát illeti, az országos 4%-os bővüléssel szemben szabor már vármegyében 218 ezer uh, darab ingatlan volt megtalálható a népszállás időpontjában, és ez stagnálást jelent, tehát ez azt mutatja, hogy nem épült annyi új lakás, a, megyeben, a vármegyében, mint amennyit ö, az országban építettek, és amennyivel nőtt az ingatlanállomány. A lakáseladások stagnálnak 2023-ban fele annyi vevő volt, mint 2022-ben. Ez azt is eredményezte, hogy az eladóknak kompromisszumot kellett kötni az árakat illetően. A korábbi dinamikus áremelkedés, ami gyakorlatilag megduplázta a vármegyei ingatlan árakat, stagnálásban helyenként csökkenésbe fordult át. Az albérletárak ezzel szemben folyamatos emelkedés mutattak, és ez a tendencia most is tart. A kereslet pedig ezzel együtt is folyamatosan nő. Nyíregyházán az átlagos albérletár már 135 ezer forintot tesz ki, és a legkisebb garzonokért is 80 ezer forintot kérnek el a tulajdonosok, ami azért, azért számít kiemelkedőnek, mert korábban az elmúlt években Nyíregyháza fejfej -fej mellett versenyzett Miskolccal a legolcsóbb egyetemváros Címéért, és a miskolci albérletárak megmaradtak a 100 ezer forintos átlagos szinten, a nyíregyházi albérletárak pedig jelentősen emelkedtek. Ebben nagy szerepe lehet egyrészt a, a szomszédunkban zajló háború miatt megnövekedett ö, menekültek számának is, illetve a régióban bejelentett nagy beruházásoknak és munkahelyteremtő ö, fejlesztéseknek is. Szakértők szerint ritkán tapasztalható ilyen jelenség, hogy az ingatlan piac különböző szegmensei eltérő pályán mozognak. A kettő között azonban összefüggés van. Az eladók nehéz helyzetben vannak az elapadó lakossági büdzsék, illetve a hitelfinanszírozás költségeinek növekedése miatt. Az erről a piacról kiszorulók egy része pedig az albérleti piacon keresés talál megoldást.